A szerb kulturális központ alapkövét, a magyar állam és a központnak helyet adó Mórahalom képviselő mellett Branko Ružić, szerb államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter, valamint Ognjen Bjelić, tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkár helyezték el. Ez a művelődési központ nem csak a történelmünk, a hagyományunk megőrzését alapozza meg, hanem célirány lesz ahhoz, hogy hogyan lehet majd a lehető legjobban kihasználni a Magyarország és Szerbia határmenti részén kínálkozó idegenforgalmi lehetőségeket. Elégedettséggel tölt el, hogy ez egy újabb lépés a polgárokkal való közelebbi, jobb kapcsolatokra Szerbia és Magyarország területén is. A Mórahalmon épülő multifunkcionális központ a szerb kultúrának ad teret, emelte ki a város polgármestere Nógrádi Zoltán. A kulturális központ van egyrészt egy turisztikai központ, aminek az a feladat, hogy szervezze a turisztikai forgalmat a két ország között, illetve az ide érkező vendégeket irányítsa Szerbia fele. Lesz benne egy pravoszláv imahely, lesz benne egy előadó művészeti központ, és lesz benne egy gasztronómiának helyet adó étterem és konyha. A szerb kulturális központ építéseit Mórahalmon körülbelül egy évig fog tartani. A határon átnyúló nemzetközi projektunk keretében nem csak ez a kulturális központ épül majd, hanem Palicson egy közel 1000 négyzetméteres magyar művelődési ház építését is tervezik. Palicsi Művelődési Háznak az alapkő letétele terveink szerint valamikor a tavasz végén, illetve tavasz folyamán fog megtörténni. Jelenleg a közbeszerzési folyamat kiírás alatt van, a kivitelező kiválasztásával pedig úgy elkezdődhetnek majd a munkálatok, és reményeink szerint ugyanilyen ünnepélyes körülmények és pillanatok alatt tudjuk megszervezni az alapkő letételét, mint ahogy a mórahalmi, akit minket vendégül láttak. A Colorful Cooperation elnevezésű projektum a határon átnyúló program keretében 3 évig tart, hiszen a partnerség által felvállalt munkálatoknak 2020 májusáig véget kell érniük.